Bah, questo è show, ragazzi, a tavola, c'è tornato anche per anche di che verga c'ho da farming simulator race, le shake ci tu in gondola qui per il letto di reform male che era PS. Io gli che togli match in alta moglie il fuoco po corto. Vette me chomo mogot, vette me chomo műtrágyát, és még ráadásul még ma sorolatos dolgot is. Viszont egy kicsit arra gondoltunk, hogy reformálni kellene itt a pótkocsikat. Ugye nagyon-nagyon-nagyon sok pótkocsink van, de igazából nem valami nagy űrméretűek, ezért úgy gondolja a keeper, hogy valamit kellene ezekkel kezdeni. Át kellene nézni őket, ugye mondjuk a remorkák azok tök jók voltak, a remorkák azok elég olcsók, igazából valószínű, hogy ezt el kellene adnom, és nagyon lehet, hogy eladjuk a remorkákat is, nem tudom, mindjárt meglátjuk. Nézzük át itt a pótkocsikat az eszközöknél, hogy akkor egy kicsit mégis tudjunk valamit viszonyítani, hogy mit érdemes venni, vagy mit nem érdemes venni. Mert egy kicsit az a baj, hogy a keepernek, megmondom őszintén, vannak ilyen 23 000 literes sportkocsik, ami sokkal jobb. Ugye van nekünk ez a 15.500 literes? Igen, azt hiszem, hogy pont ezünk van, ugye? Nézzük meg a garázsba. És, sőt, nem is azunk van. Nem, egy 7500 literes van a remorkánk, van ez. Hát, valami nagyobb űrméretű pótkocsira lenne szükségünk, mert az a baj, hogy ez a, az nagyon-nagyon kicsi, ami nekünk van. Bár igazából ezeket a pótkocsikat akkor itt is hagyhatnám, és ha szükségeltetik, akkor tudnám használni. Lehet, hogy a remorkát át kellene vinnünk. Nagyon-nagyon gondolkozok, hogy egy kicsit tényleg reformálni kellene a TS-t. El kellene kezdenünk vetni, de akkor haza kellene mennünk. Basszus. Nagyon sok porkocsink van, és igazából nem olyan túl nagy űrméretűek. Ezért gondoltam, hogy valamit kellene kezdeni velük, de... nem olyan túl sok pénzt kapnák érte, az az igazság. Úgyhogy ezzel egy kicsit így bajba vagyok. Ugye a remorka az ezret ér, meg van megint egy remorkánk, van egy 1900-at érünk, meg egy 300-at érünk. És igazából nagyon, nagyobbat nem tudok venni. Viszont nézzük már még az ifákat. Hogy mit, mekkorák vannak, és mit tudnék azokkal szállítani, például azzal is lehetne valamit kezdeni, ugye? Olyan kellene néznünk, amelyik ugye egy mindent is tud szállítani, és az talán nekünk jó lenne. Jó lenne, várjatok, hogy mekkora űrméretűek vannak. Van egy 9000 literes, az is 9000 literes, ő is 9000 literes, ő is 9000 literes, mind 9000 literesek. 12000-be kerül, és lehet, hogy ezzel jobban tudnék szállítani dolgokat, ugye? Ez ilyen farönköket tud szállítani, van permetező. Egyébként a permetező ifát azt tök élném. Ugye van trágyázó. Van ilyen minden, 12000 literes. Igazából ez ilyen sílós pótkocsi akar lenni, ugye meg van döntve, ugye, hogy a sílózónak a surrantójából egyből tudjad oda csapatni, de nem tetszerek ezek a pótkocsik. Vannak ezek a 9000 literesek, meg az 12000 literes, ugye? Ennyi a felhozattal. 12000 literesben ugye van egy csomó fajta, nézzük ezt a barnát, amelyik így jó le van lagva. Kerékbeállítást lehet rajta változtatni. 12000 literes. Viszont ezzel nagyon gyorsan tudnék szállítani. De hát igazából akkor már érdemesebb lenne, ugye, amire beszéltünk, hogy a kamaszt, a nagy dög kamaszt megmenni. Gyorsan megnézem, azt lehet, hogy arra fogunk gyűjteni. Ugye ez 23000 literes, ez 13000 literes, volt valami... Mondjuk a 23000 literes kamaszt érdemes lenne, 50, mondjuk az 50000-be kerül be az. 24000 a 13000 literes. Azt az ifa, látjátok, hogy igazából az ifa akkor nem lenne rossz. Egyébként van nekünk egy ilyen ifa pakkunk is, ami 22000 literes, 22000-ért. Aha, vannak itt azért jó dolgok, 15000 literes. Gyerekek, én lehet, hogy veszek egy ifát, és akkor inkább azzal fogunk szállítani, meg mögé fogunk csapni egy nagyobb pautot, és az már mindjárt jobb lesz, nem? 125 lóerő, egy ifa. 125 lóerő és egy ifa, gyerekek, az tök jó. Egyébként a izét is leválthatnám a permetezőt erre 12000-ért, és akkor ugye nem kellene folyamatosan egy traktort használnunk. Igazából azt is gondoltam, hogy az Etok Krisztát az valószínűleg eladjuk, az MTC-t egyelőre meghagyjuk, Ferik azt mondta, adja már rögtvest azt is. De nézzétek, ez egyébként tök ász lenne, ez egy ilyen nagyon tipik, tudjátok. És akkor ugye a traktorokat másra tudod használni. Jó lennének, hogyha lennének ilyen specifikus ifáink, amiket ugye tudunk használni mindenre. Ezt meg is tudnám venni, ugye? Itt lehet. Oké. Okay. Figyeljetek, csak vágjunk egy kicsit bele itt a dolgokba, hallod? Ne! Lépjünk ki a komfortzónánkból, vegyünk olyan dolgokat is, amiket,
amik lehet, hogy elsőre nem tűnnek olyan. Igazából az a 12 ezeres hifoly, mintha lenne egy pautkocsink, amelyik önjáró, ugye? Egy 12 ezeres pautkocsink lenne, amelyik önjáró. Ugye nekek, mert lehet, hogy el fog menni körbe, mert én valahogy olyan érzésem, hogy besüllyedek a... Úgy gyerekek, horror karavánt a Keeper megrakta ezzel, félek, hogy besüllyedek a földbe. Na, ki fogjuk próbálni azt a hármas betőt. Jó gyerekek, vannak itt fönnforgások. Vajon hol a kirovecünk? Ja, izé, dolgoztatni kellene tovább a gépeket. Álljál lassan, more baj lesz. Azon filóztam még, hogy nem tudom, hogy mennyire állnak a tankolások. Ja, dolgoztatni kell a gépeket, addig elhozzuk az ifát, mindjárt elindítom őket. Ú, gyerekek. Ezt visszahúzom ezeket a pautokat a telepre. Jó, ez az ifa egyébként marha jó, hogy így meg van csinálva. Meg ugye lehet, hogy tényleg azt kellene csinálnom, hogy a permetezőt is ifára váltam, és akkor lenne egy ilyen ifa karavánom, gyerekek, egy ifa karavánom. Jó, ezt csak kapcsoljuk le. Tényleg egyébként nagyon megmorragva az ifa, úgyhogy arra vigyázzunk, hogy nagyon ne menjünk bele olyan helyre, ahol el tudunk süllyedni. El kellene indítani ugye a kultikat. Lehet, hogy a izét el fogom adni a krisztál, gyerekek. A krisztált lehet, hogy eladom, tök fölöslegesen van már szerencsétlen. Nagyon sajnálom, de nem valami jó megoldás. Na, itt mi a helyzet? Le vannak izéve. Azt néztem egyébként, hogy nézd meg, hogy pillanat, még a kirovecet is. Nincs benne üzemanyag, és ebbe sincs üzemanyag, gyerekek. Úgyhogy itt lehet, hogy egy kicsit problémák lesznek így üzemanyag ellátási szempontból. Lehet, hogy kellene hoznunk üzemanyagot. Az az ifa, amit ugye hazahozunk, azt lehet, hogy fogom aztán valamit földobunk rá néhány kanna üzemanyagot, aztán... Hát, na, olyan sok kanna üzemanyagot nem kell hoznom rá, mert eléggé kevés van. Vagy pedig ugye el kellene menni ezekkel. Jó, hát nem tökéletesen indítottam, de ez van. Figyeljetek, ugye nem tabolok, mert igazából föl is rótáltak nekem, hogy ne állandóan taboljak, hanem akkor használjam én ezt a csodás dolgot. Ami, igen. Így. Üzemanyagot lehet, hogy kellene venni. Nézzük meg ezt az ifát, mennyire tűnik jónak. Egyébként teljesen jónak tűnik. A izé van rajta ugye ezek a nagy dökkerekek. Gyerekek, álljál meg. Kellene vennünk üzemanyagot. Az meg ugye itt van a raklap, azt hiszem, hogy nem a zsákosba van? De itt van, oké. Okay. Mennyibe kerül? 28. Ez hány liter? 250 liter? Mire van pénzünk? Vegyük meg ezt a 250 literes. Nem tudom, hogy el tudom-e hozni egyébként. Mármint úgy el tudom-e hozni. A Lumberjack módot használ. A pótkocsira fel tudnám dobni, mert az ifa valószínűleg tud pótkocsit húzni, ugye? Akkor már húzzuk el vele. Néhány portkocsira ugye nem tudsz rakni ezért. Ez is látjátok olyan, hogy például fát nem tudnál vele szállítani, mert az oldala az nem igazán működik, meg lekötés sem működik rajta. Ugye vannak ezek a terményszállító dolgok, meg vannak a fa, meg bála, azokon például van lekötő, vagyis panifer. Hát ezt nem tudom, igazából írja, hogy ugye ez búzát meg mindent is tud, de mindjárt ki is próbáljuk. Figyeljetek, egy idő után a transportálást, azt mindenképp úgy kell megcsinálnom. Van rajta hátsó csatolom? De jó, na imádom ezt. Így már mindjárt kis kellemes, ugye? Csak valószínűleg le tud esni az a hordó, úgyhogy óvatosba menjünk. Teherautókkal kell megoldanunk, gyerekek, 70-nel mész, nem 20-szal, nem mindegy. Úgyhogy mindenképp úgy kell csinálni előbb-utóbb. Na, vigyünk ki üzemanyagot a gépekhez. Aztán tankoljuk meg őket, mert ott fognak megrohadni a földön. És a mai részben mindenképp el kellene vetni, kipróbáljuk azt a hármas betőt, meg kellene tankolnom ugye a vetőgépeket. Ez az ifa, ez jó az ifa. Nézzük meg, mennyire süllyed le. Jaj, nem szereti. Jaj, 10. Mint ez a izémúr, ez egyébként beteszi a kaput, ez a Reamor ugye beteszi a kaput ezeknek a gépeknek. 51-szal rúg mind a disznó, de majd kiérek mindjárt arra a tarlóra, ott jó lesz. Ugye szántás a legrosszabb, kultúra terület a következő legrosszabb. Egyébként ez egy összkerekes, de jó, izé, tényleg összkerekes, mert ugye láttad, elő van a... Aját, izé, tankolni kéne, és itt ugye gyorsabban megyünk mindjárt. Gyorsan átugrok ebbe, azt a megtankolom, ide valahol beállok. Oké, okay. Jó, most haver, kösz, hogy megálltál. Nem csinálta a hülyeséget. Ugye, odébb állom.
No, mennyire kell odaállnom. Tankolja. Hú, és fogyott, jó van. Jó van, a T-150K, annak sajnos nem maradt, és pénzű, 7 darab eurónk van. Hát már megint sikerült ezt megoldani, ugye? Már elindítom, talán nem fog megállni. Oké. Okay. Végre ezt a pótkocsit jól érzékeli. Akartam mondani, hát ezek állatok, gyerekek. Na T-150K, mit csinál? Ja, menjünk le a tarlón, aztán majd... Itt is csak 23-mal tudsz venni. Hát igen, ezért kellene erős gépek, ugye, mert különben vannak bajok. Meg hát ez a realmód ugye befolyásolja. Már mínusz 7, már mínusz 8 pénzem. Jaj, gyerekek, már megint izé van, már megint csavaróság van. Tikokat kellene pedig venni. Ifád vett megint a hülye keeper, mi? De mindjárt eladom azért a kristályt eladom, mert teljesen felesleges. Remélem, hogy ez ki fogja bírni addig, hanem akkor... Pazza, lehet, hogy itt fog megrohadni a földön, úgyhogy kell hoznom neki valamit. Viszont gyerekek, mindjárt valamit csinálok még. Viszont ez közúton ugye, közútra tök jó, mert 70-re tudsz vele gangolni, olyan nézsz, hogy gyorsul, mint az őrült. Úgyhogy egyébként lehet, hogy egy nagyobb, erősebb traktorra kéne kiközelíteni, lehet, hogy egy átrakópot kicsi nem ártana. Na jó van gyerekek, ezt itt hagyjuk, viszont nem is itt hagyjuk, ezt így hagyom itt. És a tyúkoknak el fogom vinni az árut. Ugye van még, ki is legalább ki tudjuk próbálni az ifát. Ja, így. Ó, tökéletes. Ez meg se fog látszani bennet ez elé, de azért meg fog látszani egy harmadáig. Jó, kíváncsi vagyok, hogy fog billenteni. Ez ilyen furcsán billent egyébként, úgy billentene, ugye van, nem tudom, de csak ez a tejét, nem. Hogy így nyillan a szét. Én kíváncsi vagyok, hogy ez úgy működik. Tyúkoknak kell vinni ugye kaját. A második tyúkolba, mert ugye abban nincsen például. Hú, már a sorskártyán abban gyerekek. Nem tudom, hogy mennyi időt telt el, bele bárjátok, órát kellene indítanom, közben menjen az ifa. És akkor lehet, hogy mindjárt csinálunk is egy sorskártya húzást, mert méne, csak elviszem ugye. Egyébként, amikor fönnak adtak pótkocsik, azokat visszaugrattak, ugye ott voltak a bautnál, nem, ne kelljen azzal veszélni, hogy ezt kiszedjük onnan. Hát azért így szállítani azért egy kicsit jobb, nem? Hogy így ennyibe mész, most milyen szörnyű volt az a 20-szal, 22-vel végig gangolni, itt egy kicsit visszaveszünk a sebességbe, úgy. Hát na, így azért ide lehet érni hamar, ugye? Vigyázz, haver, vigyázz! Egyébként egy kicsit ilyen opálos már ennek az üvege. Jaj, de jó néz ki. Gyerekek, ez frankon néz ki. Ez a csodálatos dolog. Na, ide gondoltam, hogy ide kellene billentenem. Nézzük, mi lehet fegyet? Kirakás itt, valami nem stimmel, nem tudom merre billent ez. Elvileg erre kellene, csak erre billenthetne. Nem szereti. És akkor ki kell találni, hogy merre tudunk billenteni. Hátrafele, vagy merre? Nincs ennek ilyen surrantója, amit ki tudod csapatni. Mindjárt megnézzük. Csak nem hátrafele, nem? Hallod, ez nem tud billenteni, öcsém? Vagy mi van? Hallod, ez most mi? Nézzük meg a másikba. Érdekes, ezt itt meg kirakja. Ha mi a szar? Mi van gyerekek? Mi történik? Mi folyik egy gyöngyösen? Hm? Mondjatok valamit nekem. Nem jó álltam oda? De jó álltam oda. Vagy mi nem tetszik neki? Még előbbre. Hát valami nem jó. Valami bagos, ne! Ne szórakozzál. Jó, nem beöntsem a másik tyúkoknak. Most kirakás itt az volt, de ízét nem. Nem billent. Valami nem stimmel ezzel, gyerekek. Pedig hát az ugye akkor szokott lenni, ha nem volt a földedem vagy, de nézzük meg a földeket. Hát bőven ott vagyok, látod? Most akkor mi van? Most akkor, gyerekek. Erre varják gombot, gyerekek. Varjatok gombot. És ez így elég érdekes lesz, hogyha nem tudja bele. És oda meg billentjeti, úgyhogy itt valami fönforgás van. Tök jó. Ennek azért tudok örülni most. Baj van, gyerekek, baj van. Itt meg simán, figyeled? Jó, van beöntő videó, nem tudom mennyi van nekik. Igen, ez a keeper. Na, hiszen nem kell róla kiszállnom, itt te
12 ezer, jó, 110 liter tojás, és már megint, ja nem, már megint odarakta. De miért odarakja? Hallon? Mondjad már meg, nem hiszem, hogy komolyabbod, de vannak érdekes dolgok. Ennyit arról, hogy raklap, mi? Írtátok, hogyha bejárok alá, akkor elvileg írja, hogy hány liter tojás van benne. Júj, bazza, 7200 liter tojás! Azért nem hiszem, öcsém! Fullon van a raklap, ne! Mennyibe megy a tojás, dik? 2000... Várjál, szupermarketnél 2000 fölfelé megy. Áááá, 7000 lit! Hülye? 4000-ért képzeljétek, vagy 4000-ért 7000 liter tojás, 4x7, 28. De ez még lehet, hogy följebb is megy. Áááá, gyerekek, nagy üzletnek nézzük elébe, csak azt valaki mondja már meg, hogy miért történik az, hogy nem akarják átvenni annál az árvevőhelynél. Hogy akkor mit tudok csinálni? Gondolom azért nem egybeve... Nem tudom, hogy hogy működik. Mármint nem számít globális. De mondjuk lehet, hogy azért már nincs bent tyúk. Várjál már, lehet, hogy azért már nincs bent tyúk. Lehet, hogy azért már nincs bent tyúk, ugye? És azért nem tudom beönteni neki. Lehet, hogy írtátok is. Aha, elképzelhető. Mindjárt Krisztát úgyis eladom. Közben izén dolgozzanak a gépeket erre. Nem megyünk erre, nem éne. Itt ugye jobban szalad a gép. Fűes területe... Azt igen! A drifter. Fűes területe... Aha. Akadályozza egy objektum. Figyeljétek meg, hogy ezek egyszerre írták ki, úgyhogy ezek szerintem összeakadtak. Mindjárt megnézzük azt, akkor mehet a vetőgép. Meg kéne tölteni a vetőt. A következő részben, mármint ebben valószínű, hogy azért egy aratás közeli állapotban megyünk. Igen, összeakadtak. A következő részben mindenképp azt fogja csinálni a Keeper, hogy már... Reformáljuk a TS-t. Valószínűleg, hogy ezeket a kisvetőket eladjuk, meg mind a kicsik dolgokat eladjuk. Ez teljesen fölösleges már ekkora területen itt ezekkel a kicsi szarokkal foglalkozni. Ilyen gondoltuk, hogy ez van. Akkor ezzel várjál már. Kijárok innen. Ne! Haver! Nyugodj meg! Összecsukom, azt mehetsz. Oké. Maradt ebben még egy kicsi, a kirovecbe gondolom akkor még több. Kimegyünk innen. Még a villogót is felkapcsolta, olyan nyugtalan lett ez a csávó. Igen, jöhet a vetés, közben menjen, és közben megint csinálom a dolgokat. A következő részben valószínűleg tudunk termelni annyi pénzt, hogy ugye teljesen megreformáljuk a dolgokat. Még az MTZ is elképzelhető, hogy menni fog a háztól. Tényleg ide valami brutál nagy géppark kellene, mert ezzel nem nagyon jutunk egyről a kettőre. Rengeteg pautkocsi is itt van, meg mind, ahon a gyerekek, itt tényleg valami komoly reformra van szükségünk, mert ugye a földvásárlás lesz majd, de ugye a földvásárlás előtt mindenképpen kellene ezt megoldani. Hozzunk kivetőt, de az amennyi, milyen kevés üzemanyagunk van, de nincs pénzünk. Ó, várjál már, akkor ezt itt még jobban újra kell gondolni. A krisztált el kellene adni. Abból lesz egy kis üzemanyag pénzünk. És akkor lemegyünk a telepre üzemanyagért, és megtankolunk ott, vagy pedig elmegyünk. Jó, hát ezt figyelj, ez mindenképp megy. Ez ilyen 25-tel tud menni, szegény nagyon gyenge, le van rúgva a gumi, nem úgy szenved állandóan. Nem. Ez szegény, ez mindenképp megy a háztól, hát nem sokat ért. Mármint anyagilag nem fogunk el... Hát most nézd meg, ugye jöttünk az ifával. Ebben az egyenesben körülbelül 5 másodpercet végigment itt, meg... Érted? Mikor érünk oda? Na, látod? Ezért a teherautók mindenképpen kellenek, hogy normális gyors logisztikát tudjál folytatni, hogy különben megvadulsz. Jó. A tyúk az nagyon-nagyon megéri. Most egyelőre nem pörgetik az időben, mert menjen a vetés meg minden. Majd úgy, ugye arra beszéltünk, hogy semmiképpen, nem mondjuk most az eladásnál lesz. Gyerekek, 2200, úgyhogy az, mondjuk egy raklapot is kellene vennünk, hogy akkor arra pakolja. Bár ráradom a raklap tetejére, olyan sok tojás gondolom nem. Ez 7200, tele van a raklap. Hallod, azért rakja már mellé. Te fiú, hát ez nagyon komoly. Hát gyerekek, tele vagyunk lovóival. Eskü nem pörgettem időben, meg ilyesmit. Nem, hogy azt higgyétek, hogy én itt a gameplayen kívül itt azzal töltem az időm, hogy pörgetem az időt, hogy jöjjön a tojás, nem.
Akkor már ezelőtt is raj volt azon a raklapon 7200 liter. Azt a betyen. Na várjál, itt adom el, ugye itt többet adnak érte. Hát ki, igen, 2000 valamennyit, sajnos ez nem a legnagyobb üzlet volt, de legalább van annyi pénzünk, hogy el tudjuk vinni a 750k-t. Leállítottad a motort? Hát nagyon nem akartam. Ne villogjál. Hát megyünk a telepre. Sőt, várjál, hadd menjen a motor. Az MTZ-t behozzuk. És majd azt megindítom. Ugye írtátok, hogy ezt a 3-as vetőt én akarom használni, arra készüljek fel, hogy a szélét mindenképpen húzzam le, mert meg fogok bolondulni. Úgyhogy ezt egy kicsit hátratoljuk. Na, hátratoljuk. Azt mondtad, hogy nagyon bonyolult, úgyhogy kössön fel a gatyámat. Na, mindjárt meg fogjuk látni. Mindenképp akarom használni. Kihozunk egy vetőt, megtöltjük, és akkor annyit csinálunk, hogy elindítom a szélein. Pörögjenek az események, gyerekek. Gyorsan, gyorsan. Azt a kettő zsákot is be kéne tölteni. Hoztam elég cuccot, sajnos nagyon sokba kerül, úgyhogy mindenképp kéne egy olyan gazdaság, ahol olyan állattartás, ahol ezt tudok trágyát termelni. De ez miért ilyen retteltesen lassan húzza, azt mondjátok meg. Na ma, bazzim, na ma. Úgy, azt a zsákot is tüntette. Ó, van itt tüzemanyagom, bazzak, most látom. Ezelőtt hoztuk, mi? Magot is tűzd meg. Ezt egyébként annyira nem akarja, ezt így nyitogatnod kell. Töltsed meg! És nem tölti meg, hallod, beszarsznak. Komolyan. Esküszöm, hiába nyomom a izét, az R-et nem hajlandó rá. Nem tudom beképzelni, hogy ezt miért csinálja egyébként. Pedig ott van a map közvetlenül mellette, szóval... kellene neki. Aha, most töltötte. Ilyen nagyon közel kell állni. Jó. Oké, ott van az üzemanyag, úgyhogy akkor nem is kell, akkor mindjárt még egy vetőt kihozunk. Valószínűleg, hogy a T150K-val. Ezek a kicsi traktorok, már ezeket a vetőket se viszik el, úgyhogy bármennyire is sajnálom őket, de fejlődnünk kellene. Nem mondod? Férjem a nyomanyát, te bazd. Ja, megindítjuk erre. Oké, mennyi barátom? Mindenképpen ugye kell vele foglalkoznunk. Várjátok, gyerekek. A T150K-t meg kell tölteni. Üzemanyag szintű ügyileg. Jó, megszabadultunk egy időtől. Megszabadultunk egy gépünktől, gyerekek. Egyébként erősen gondolkodok rajta, hogy ezt a lakókocsit eladjam a francba. Bár mondjuk az hozzátartozik a feedinghez, nem? Oké, ezt a üzemanyagot is meg kell tölteni. Meg akkor megtankolunk üzemanyag ügyre. Na. Ennyi volt? Mondom én, üzemanyag megtankolunk, hát nem sok volt benne. Oké. Oké. És ki? Ez az jó van, oké. Ez megindul ugye fölfele, ahogy szoktuk, gyerekek, tudod? Most már ugye ki van találva. Ki van találva, hogy hogy érdemes. Ez megindul fölfele. Így. És akkor ez így szuper jól fog működni. Annak, az MTZ-nek, megnézzük, gyerekek. Hol tart? MTZ mindjárt kiér. Kéknek mutatja, de érdekes. Gondolom a... van egy ilyen ikon, vagy egy ilyen előnézeti kép. Jó, ilyenkor megfordítom, mert vadulunk tőle. Kétszer-háromszor lehúzom, azt összeakasztom a vetőket, de egyébként erősen gondolkodok rajta, hogy van-e értelme. Amint így belegondolva, tényleg az egy rémálom lehet az a dolog. Egyébként búzát vetünk természetesen, az egész jó volt nekem, meg ugye amiatt is, mert a tyúkoknak kell. Jó, lassan az is végez. Várjátok, mit kellene csinálnom? Gondolkozzá, Keeper? Mi az, amit akartál még? A tyúkokat kellene vennünk, gyerekek, úgyhogy gyorsan menjünk tyúkvételre. Valószínűleg... várjátok, veszek... Ugyanására, helyre. És azon gondolkoztam, hogy... remélem, hogy azért nem töltötte be, ugye? Mondjátok, mert akkor megőrülöm, gyerekek. Csirke mozgat.
Ennyi egyenlegünk van, 2000. És akkor ennyi tyúkot veszünk egyelőre. Jó, ahogy. Jó, már is vannak tyúkok, valószínűleg akkor most majd be fogom tudni tölteni. De egyébként azon gondolkoztam, aha, ilyen kettő külön, igen, és itt van. És ez itt megjelenik, ugye? 35 tyúk, nincs neki... Ezt mondjátok, még mi ez a 110 liter? Ezt nem értem, hogy ez a termelékenység, mit tudom, óránként, vagy valami ilyesmi akar lenni? Az arra nagyon kíváncsi lennék. Állja meg. Erre visszaváltunk. Oké. Okay. Hát, úgy. Ez most miért állt meg ott? Oda nézzük. Na, ezt magyarázza meg valaki, hogy miért csak addig húzta le. Ha? Ez nagyon durva, nem? Figyeled? Nem húzta ki végig. Hát de nagyon rendes, komolyan mondom. Még szerencsé, hogy ránéztem. Mondom, hogy nem betett? Vagy mi történt itt, bazzek? Hát, srácok. Komolyan mondom, itt tényleg ezt a... Mondod, fel kell raknom azt a cruise plate, vagy mi a francot. Megindítjuk így is, természetesen. Vissza, na, ennyi mana. Jó, vadalás van, vadulás. Az MTZ mit csinált? Az MTZ-t meg kell nézni. Legalább 2-3 csikot végenként le kéne húznom, és akkor tudnám azzal dolgozni. Figyeljetek, csinálják csak nyugodtan, addig ugye van még dolgom. Így most már jó lesz. Na ízőt ki kéne vinni onnan, ugye ott van a K700-as még. Szállista gyorsan indul, a ízőt meg le kellene cserélni majd a T150K-t a másikra. Sőt, lehet a T150K-ból lesz egy rába. Azon gondolkoztam, hogy a T150K az lehet, hogy rábára lesz cserélve. Jó, az nyugodtan forduljon föld végén a T150K. Az MTZ-re ránézünk, hogy jó húzza-e. Már innen látom, hogy nem. Kihagyott a csikot köztelem. Figyeld be azért. Komolyan mondom. Tényleg? Ja nem? De kihagyott a csikot. Figyeld. És köszönöm, nem értem ezeket a gépeket. Nézd már, kihagyott egy baróra csikot. Áh! Jaj, édes Istenem, hallod? Mi folyik itt gyöngyösen? Ennyi volt rábízva. Ugye? Jó van. A T150K fordul, akkor az MTZ-t azt meg mindjárt lehúzom én a föld végét, és akkor utána a kirovecet kihozzuk, és akkor három darab vetővel kipróbáljuk ezt mindenképpen. Bár valószínű, hogy ez egy ilyen utolsó próba lesz, mert a következő vetésnél van, hogy valami nagy vetőt fogok verni. Meg akarom reformálni én ezt a telepet, mert ez nekem valahogy már nem az igazi. Ezek a régi, már nem a régi gépekkel van baj, hanem azzal van baj, hogy ugye nagyon kecsik. Jó, ez itt marad egyelőre, akkor kellene nekünk egy MTZ, a T150K-ra is ránézzünk, az úgy látom, hogy jól csinálja. Csinálj a nagy szart jól, megint csak ilyen failing ment el a területen, nem tudom miért. Nézzük meg az MTZ-t. Az MTZ jó, jöjjön vissza, itt most már jó húzzal, látom. Ott kihúzott egy barónagy csikot, vagy kihagyott egy barónagy csikot, azt lehúzom, és akkor az MTZ az meg is állhat. T150K-ra vissza. A T150K visszajön, de megcsináljuk a föld végét. Oda nézzük, mit csinál. Állj meg, barátom. Hát már megint ide nézzél, mit csinál. Ott úgy gondolta, hogy ő neki fellegzett, befejezte. Figyeled? Azért ezek így aranyosak, nem? Ezek a gépi munkások, ezek egyre hülyébbek. Mi a miért ilyenek? Olyan most már kezdve elveszíteni a türelme, hogy ezek nem hogy javulnának, hanem egyre rosszabban. Öcsém, keresztbe szeretném, hogy lehúzd a föld végét, annyit kértem tőled, nem olyan nagyon bonyolult. Csak csináljuk meg itt ezt, ugye, hogy legyen egybe. Itt abba hagyta, figyelj. Másik végén ugyanúgy megcsinálta szerintem. Oké. Okay. Menjünk át a túl felül. Az MTZ-re is át kéne váltani, ezt meg kellene állítanom. Jó, figyeljük az MTZ-t. Nézd oda, mit csinál. Hallod? Ezt figyeld.
Δεν κρατούλα άλλο, να. Εγώ δεν και δεν φόρτουλα την κλάση εδώ. Σμάξιο να αγίου. Έτσι, να γίνει σε φόρτουλα. Οκ. Να σταμίσω και ο Λιούκ, θα γίνει σαν αγίου. Έμπτε δε γέρακα. Να. Άι άμεκ μπράτσομ, Σάντορ. Εμ βουτάιου. Ότ κοζέπεν έκκυρεμ, τόλαν ακκορ σέπεν λε φόγια χούζνι. Ίσ ακκορ μόστ μάρ βίσσα φόγια χούζνι ο βέτőket. Αστάν μεγ is töltjük őket. Meg ennek az MTZ-nek gyerekek olyan forduló köre van, hogy nem megőrültek. Figyelj, azt hiszed, hogy elfordulott, és el is fordul, de épp hogy. De nagyon-nagyon mászik, hogy elfordul, mert különben... Oh! Ide nagy gépek kellene, nem 9-el kéne húzni ezt, hallod, és föl van emelve ez a vető, és 8-a húzza érted, fölemelve. Borzalom, halál. Kipör megőrült tőle. Na, mennyi barátom? Nem arra. Erre állítottalak be, így látod? Nézd oda, nem bonyolult, arra mész, jó? Ott mennyi végig? Meg rúgod a rész, hogy rúgvaz-e? Na jó, T150-kel, azért váltok köztük így, ugye, mert... Jaj, ez meg lekapcsolt, mert ugye nagyon gyorsan egymás mögött következnek. Ezt gyorsan vigyük haza. Ráakasztunk, megtankoljuk és ráakasztunk akkor arra a hármas fogatra. Na arra kíváncsi vagyok egyáltalán, hogy fogom összeakasztani. Lehet oda fogom a Lumberjack módot használni reálisan, tehát hogy mint hogyha ráakasztanék. Oda húzom, és akkor úgy rá tudjak akasztani. Jó, az az MTZ is végigmegy, akkor az is megtörténik. Lehet, hogy inkább kihozom a... Elmondom nektek, már lassan ez a T150K is kezd gyenge lenni. Fölemelt... Föl van emelve? Nem, most van fölemelve. Ilyen 20-szal húzza. Én elvárnám, mit tudom én, a GCB-t húzná be az a izébe. 60-nál lesz, nem? Egy nagy GCB, jó nagy eres motorra. Tudom, mit várok a régi gépektől. De viszont erőre is van szükségünk. Van egy ásó gyerekek ott fönn hátul. Nyia, akkor nyilv, hogy nyilvány. Az a lényeg, hogy... Az itt marad, hozzuk az ifát, addig nem nagyon távolodjunk el, meg kikapcsol. Az MTZ, ha fordul, akkor megyünk érte. Hozom az ifát, mert akkor itt érdemesebb tankolni. Ez a vetés, ez itt rá kell készülni a dolgokra, mi? Hú, bazze, sorskártya, elfelejtette, bazze! Jó, gyerekek, sorskártya. Gondolom, már mondtátok. Na, nem frissítjük. Összekeverjük, sorskártya, yes! Jó, biztos megszívok valamit, érzem. Jaj, nehogy beszívjak valamit. Nem mondod mi, az ifa? 10%-ával, az mondjuk 7, ugye? Mert ennek mennyi a vége? Ne, indulj el. Ennek azt hiszem, hogy 7 a vége. Vagy 70 a vége, akkor 7-tel tudok vele közlekedni. Váltó hívva az ifa, de jó. Pont amelyik igazából gyors reagálásúnak kéne lennie. Úgyhogy akkor... Jó, a 7-tel így el... Dobja a sebességet az ifa. Na, hát így aztán nézve, így aztán nagyon... nem olyan kapkodós a dolog, de hát nincs semmi gond. Jó, az MTZ meg gyűn visszafele, ugyanazon a helyen. Várja, nincs semmi gond. Minden oké, okay, a gépar megoldja. De bálunk. Várja meg. MTZ, te meg... Be vagy rúgva, menjél haza. Feküdjél le. Ez meg itt pazolja a dolgokat. Oké. Okay. Soha nem elve. Oda néz. 8-al! 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 Hát ennek mi lenne ez a váltóiba lenne? Megint 3-mal mennek, mi? Na jó, meg kéne tankolni. Tölteni. Így. Oké, okay, nagyon jó.
Jön a T. Cyberpunk-ához. Ezt a vetőt is megtöltjük. Mondom, megtöltjük. Nem tölti el meg, egy istennek se. Úgy, még egyszer, talán kinyit, úgy. Oké, megtöltött. Kettő megvan, ugye? Az ifával odébb kéne járni. A gyerekek, minden gépnek a motorja megy. Indul meg. Váltói Balsifa 3-ma, 6-ta, vagy 7-te. 10%-ával menjenek? Annyiba, ugye? Oké. Okay. És akkor most azt kellene, hogy rá kéne csatlakoztatni a 3 részre. De annyi, hogy akkor a kirovec, az már veheti is föl. Bakker! Már kíváncsi vagyok erre a 3-as cuccra. Hogy mennyire használható, de tényleg valószínű, hogy következő részben valami nagy betőke. Következő részben azért már nagy pénzhez hozzájutunk, tudod? Jó, ez így oké. Okay. Egyelőre, várjál, be kéne állnom, mert ezzel tolatni, hallod, ezt felejtsd el, hogy ezzel tolatni fogva. Így be kéne állítanom magam valahova. Kb. Ide. Hát ez szerintem a kirovec kell neki, nem? A kirovecet állítsuk meg a motort, oké. Okay. Azért ez valószínű, hogy 3 darab ilyen betölt. Valaki írta, hogy még az MTZ is elhúznám, mert nem olyan nagy. Nem olyan nehéz egy vetőt elhúzni, de hát az MTZ 8-szal húzza amúgy is a vetőt, úgyhogy vannak bajok vele. Na, jöjjünk ide erre az oldalára. Oké, lecsatlakozunk. Lehet, hogy kicsi géppel fogom húzni az összeset ide. Úgyhogy a T150K elmegy pihenni. Nem állítottam meg direkt, most meg... Úgy, menjen pihenni, menjen a túloldalra, addig pihenjen le. Megállítjuk a motorját, oké, nyugodjál szépen. Mivel nem tézi, felakasztjuk bele a következő vetőt. Egyébként mondjuk, hogyha mindig együtt lenne ez a 3 vető, akkor lehet, hogy jó lenne. Nem? Tehát... Nem kéne mindig összeakaszgatni, akkor lehet, hogy így működne a projekt. Csak tudjátok, mi lesz egy rémálom ezzel? Minden vetőt külön kell indítanod, minden vetőt külön kell engedned, vágod. Úgyhogy ezzel egy tortúra lesz elindulni. Tolatni meg, felejtsd, de ha így ilyen szerkezettel, hát ugye minden egy össze-vissza fog menni, szóval tolatást az nem nagyon fog működni. Ugye mondtam, Lumberjack móddal majd odaigazítom, odarugdosom. Eddig így idehozom, azért ne az legyen, hogy azt mondjátok, hogy ilyen nagyon csitelünk, de ugye odarugdosni azért oda lehet a... Mert különben elég nehéz lesz rátolatnom 3-ra egyszerre. Maximum ugye beállítanék 3-at, és akkor úgy talán meg tudnám oldani, de ne azzal menjen a gameplay. Jó, a sorskártya az eléggé passzív dolog volt, nem volt olyan veszélyes, ezt is meg kell tölteni egyébként. De nézzétek, ilyen 12-re húzza. Egyébként ez nem tudom, minek számít ez a beton, de a közúton jobban húzza, mint itt. Itt ezen a betonon nagyon lassan húzingálja, figyelj. Kiérünk ide, figyeljetek, megindul szerintem. Ha megindul a francot. 13. Nem tudja elhúzni bazen az MTZ. Ez az MTZ, ez már itt egy kicsit felejtős. Egyébként ezzel annyit tudnék csinálni az MTZ-vel, hogy sajnáljuk, hogy elrakjuk, aztán tyúkoknál lesz, és... Úgy, tempoljuk meg. Oké. Okay. Hát a műtrágya rész is. Jó. Ez jó az ifa, hogy van, nem? Nem kell mindig elmenni ízeért. Meg jó, hogy nem pótkocsim van. Ezért ki kellene váltanom a pótkocsikat ilyenekre. Mert gyakorlatilag önjáró pótkocsijaim lennének. Egy nagy kamaz is jó lenne, egy nagy billencs, azt meg esetleg majd egy nyerges később. Aztán ez így el tudnék lenni. Jó, akkor ez így van. Jó van, gyerekek. Nem tézit ideállítjuk. Hát csináld magad mozgalommal, úgyhogy akkor most meg annyit csinálunk, hogy mind a Lumberjack móddal, mint hogyha ezt így ide beizgatja a Keeper, oké? Okay? Ez szerintem nem egy olyan hatalmas shit, hogy ezért megorolnátok, de ne az legyen egy részen keresztül tolingálom itt a dolgokat. Úgy, hát igen, elindulni ezzel a vetőkkel, ezzel egy rémálom lesz, mert tényleg az lesz, hogy minden egyes... Minden egyes vetőt külön kell majd bekapcsolni, leengedni, bekapcsolni, leengedni. Úgyhogy ezt nem tudod egyszerre megcsinálni. Az egy kicsit szumi lesz. Na gyerekek, 1, 2, 3. Össze is vannak ködve, jó. Csak ugye most van az.
Most van az, hogy ugye rá kell minden egyre váltani, és akkor leengeded. Igen, ezt leengedtük, bekapcsoljuk. Ráváltunk a következőre, leengedjük, bekapcsoljuk. Ráváltunk a következőre, leengedjük, bekapcsoljuk. Fölem. Na és akkor próbáljuk, hogy mi fog történni. Na csinálom. Ez a working egyébként. Oda nézzél, milyen széleset húzunk, bazze. Ez working. Ó, gyerekek. És azért kéri az energiát, 12-vel húzzuk, hallod, az MTZ az meg sem mozdította volna, már most látom. Ez jó lesz, gyerekek, ez jó lesz. Ez jó lesz, csak egy, nagyon előre kell gondolkozni, mert ugye kicsi kormány mozdult, és a vetők azok egy ilyen nagyon soká követnek minket. És ez egy valós szerkezet. Láttam ilyen képeket, ilyen hát retrobb jellegű képeket, ahol így húzzák a, vetőket. Azt a betyárulést. És pont ugye kicsi átlapolással, mondjuk egy kicsit nagy átlapolás, de nem, nem. Az utol, vagy a hátsó ugye a két szélsőnek épp a közepét átfogja és azt lehúzza. Gyerekek, nem olyan rossz ez. Egyébként lehetne azt csinálni, hogy gépi munkással megindítani, bár én szerintem a vége, ezt semmiképpen nem mondjuk a végén fordulni gépi munkással, mert biztos vagyok benne, hogy nem fog működni, de ezt föl se tudjuk emelni, az a nagy bajám, gyerekek. Mert ha belegondolsz, ugye minden egy, most minden egyére külön kéne váltogatni, hogy fölemeled, 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 inkább csinálunk egy olyat, hogy nyomunk egy jó nagy kört, így. És akkor visszafordulok. És tudod mit csinál a keeper? Nyom egy H betűt. Mert egyenesbe elhúzni, azért ne tudná a Verda. Ne! Fölemelt az összeset! Most, most ő ugye fölemelt az összeset, és minden együtt leengedte újra. Ne, de, jó, pont összejött. Azon gondolkoztam, hogy ott hagyott egy csikot, de nem. Hát lehet, hogy hagyott egy nagyon minimál csikot. Várja ma? Álljál meg, barátom. És egy kicsit balra eltartunk. És akkor egy... Hát ez nem lett jó ötlet. Kezdődik a hülyeség. Egy kicsit el akarom még vinni balra. Így. Csak itt induljál meg, de... Az a baj, hogy ő is ugye egyesével emeli, és hogyha nyomok egy H-betűt a végén a földnek, akkor ő azt fogja csinálni, hogy ki... meg fogja, ki fogja emelni az összeset. Úgyhogy amikor már ki... Vagyjuk megnézhetném, hogy mit fog csinálni a végén a földnek. Nem, gyerekek? Az ifát el kellene vinni a föld végéből. Izével, héttel. Igen. Kíváncsi vagyok, mit fog művelni, hogy valamit, valami történik-e. Na, ifa. Járja olébb. Ja, selejtezni fogom a modokat, mert ez szerintem egy kicsit sok, meg egy kicsit kaotikus itt a helyzet, aztán nézzétek az FPS drop, az elég brutális. Így nem fog egy milliárd meg lenni, hogyha ez történik. Na nézzük, hogy mit csinál a föld végén, arra nagyon kíváncsi vagyok. Lehet, hogy bele is szállok. Az jó, hogy lehúztuk előre, de nagyon nem bízok benne, mert az a gond, hogy a gépi munkás szeret ugye elkezdeni tolatgatni a föld végén, nem fog egy-egy ívest csinálni, abban biztos vagyok. És hogyha ezzel elkezd tolatgatni, ott nagyon nagy baj van. Egyébként ilyenkor a műtrágyát azt ugye egyszer, egybe rézi. Azért ugye sokkal több van benne, meg szem is látni. Mert ugye egybe veszi. Na gyerekek, oda néz, és egyesével fogja, kiemelte, a középső még nincs kiemelve. És kiemelte be az idő előtt A, és elkezd tolatni. Nem emelte ki idő, de egy icipicivel. Hát gyerekek, ez lehet, hogy ez nem... Jóó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 
felismerés. Na, mondjuk le. Nyomj egy egyéves parátot. Úgy, sima egyévest is nem kell volna tolatgatnod. Gyerekek, rá lehet bízni, úgy látom. Hát egy kicsit megerőszakolja őket, de... És kíváncsi vagyok, hol fog visszamenni, jó? Jól megy vissza? Hát egész jó. Barátom, azt nem mondta, hogy vissza akarsz tolatni oda. Na jó van, baze. Komolyan mondom. Innen akart elindítani őket, hallod? És jó összekeverted nekem az összeset.
Na jó, van gyerekek. Erre nem kellett volna rábízni. Na, leenged, az a baj, hogy ilyenkor meg ki is kapcsolgatja ő felsége, ugye? VB. Ugye? VB. Ugye ki is kapcsolja őket, szóval neked még vissza kell kapcsolnod egyesével őket, szóval. Szóval szíves az egész, nem szabad gépi munkással. De mondjuk annyit lehet csinálni, hogy ilyenkor nyomsz egy hát, és akkor így egyenesbe végighúzza, az jó, addig jó, csak a fordulás nem visz rá. De nem szabad volna megnyomni a gépi munkás, mert az a baj, hogyha megnyomom megint a hát, ki fogja az összeset kapcsolni. Ó, hogy a rohadt életbe. Ugye ilyenkor meg csit, kikapcsolt az összeset. Jó, hát akkor ez egy nagy fail. Na most megint V, B. G, V, B, G. B, V, jó. Nem szabad, gyerekek, neked kell csinálnod, nem tudsz vele mit csinálni, mert... Nem segítség, hogy a végén meg kikapcsolgatja őket. Jó, gyorsan lehúzzuk. Ó, a frances sem bele egyébként. Nem örülök ennek. Jó, egyébként nem olyan rossz, már mint így van egy feelingje, meg mit tudom én, de használhatatlan kategória közelébe van. Meg ugye nekem kell most végigvetnem, úgyhogy a sztorizgatás indul. Most már nem fogom ezeket lefogni. De ezt a keretet, gyerekek, ezt úgy adom el, mint a csicsúgy. Lehúzom ezt az egészet, és akkor belepörgetünk annyi időbe, ugye, hogy elkezdjen nőni. Gyerekek, nagyon... A tojáson tudjátok, mit fogok venni? Fogok venni egy izét, egy ifát, amelyik pervetez. Azt valahogy nekem nagyon feeling lenne. Azt rengeteget szoktam látni régen, és soha nem értettem, hogy miért van kerék a legvégén. Mert ugye van egy... Nem értettem, hogy a... Mert van egy ilyen kerék, ugye, a szárag végein gyakorlatilag, amelyik ugye kinyúlnak. És nem értettem, hogy az miért van ott? Miért van az ifa tetején a kabin fölött egy kerék? És ugye én nem láttam, soha nem láttam ezt kinyitva, hanem csak úgy láttam, hogy közlekedik így az utakon. És néztem, mondom, mi a szar? Azt hittem volna, hogy poénból ráraktak így a zifa tetejére kettő darab kereket, aztán nagy lószar. Egyébként az lenne jó, hogy ez így ki is bírná. Nem kéne megtölteni, mert a töltés az megint egy tortúra lesz, mert ugye csak úgy tudod tölteni, hogy minden együtt, mindig külön váltogatod, töltögeted, váltogatod, kinyitod, töltögeted. Ez nem is tudom, hogy hol lenne. Ezt tudjátok, hol lenne jó? Ez egy ilyen böszme nagy földre esetleg. Nem tudom. Meg hát ide... Esetleg tovább lehetne ugye fejleszteni, már mint még többet tudnál összeakasztani, hogyha oda egy, még egy háromszöget beakasztasz oldalra, és akkor még kijebb mennének, csak olyan helyre akasztasz, csak ugye balanszba is kell lennie, azt nem tudod megcsinálni, hogy csak egyik végére akasztasz, gondolom, mert akkor ilyen húzza. Úgyhogy érdekes dolog ez. Viszont azt a fehéret, azt kipróbálnám, amire három pontosokat lehet csatlakoztatni, azért egy három darab kultivátort így összeakasztaná, azért az elég brutál lenne, bár az legyen, ember legyen a, vagy gép legyen a talpán, ami azt elhúzza, ugye. Jó, hát ezt képernek el kell vetnie. Egyébként azt nem tudom, hogy meséltem-e. Egyik nap meg Sanyi fogott egy kígyót. Nem tudom, hogy aki falul lakik, aznak biztos nem meglepő, hogy a kertedben van egy kígyó, de... Én falul lakom, de nekem úgyis meglepő volt egyébként. Ja, ilyenkor ugye azért nem emelem ki őket, meg hadd vessenek, mert különben ugye minden együtt külön kell kapcsolgatnom, hát én azt nem vagyok lelkileg arra felkészülve, hogy én ezt külön kapcsolgasson. Csak véletlenül sem nyomjon meg a hát, mert akkor az nem lesz jó nekünk. Egyébként feelinges, jó ez a cucc, meg tök gyorsan tudsz vele vetni, bár hogyha megindítod a gépeidet, ugye a kicsi vetőkkel három darabot, akkor mondhatni, hogy még gyorsabb, mert addig tudsz valamit csinálni. Nem egy ekkora területet neked kell. Mert a gépi munkásra ezt sajnos nagyon nem lehet rábízni. Hát valószínűleg, hogy valahol az egyik árokba vagy fára lenne fölcsavarodva egy 5 percen belül, hogyha ezt én a gépi munkásra rábíznám. Gyerekek, hát ezt megoldottak itt. Kicsit egyébként mehetnénk még balra. És az a baj, hogy elkezdek balra menni, én már beállítom egyenest, és akkor kezd el ugye a vető menni arra. Szóval inkább legyen rálapolva, mint kihagyunk a földek között, mert ugye ott kapásból ki is lett hagyva. De nem, több helyen már nem kéne. Viszont ugye jó, mert megvan a műtrágyázás, megvan a vetés instant. Jó, itt fordulunk egy okosat. Egyébként ilyenkor már bőven elkezdhetek fordulni, mert ugye a vetők azok ki fognak érni. Na tudod, erre gondolt a keeper.
egy ilyen barázda jelző, azt nem láttam ilyenkor. Akkor ugye tudnád, hogy hol vezeted a gépet. De hát jó volt, nincsen semmi probléma. Hát nagyobb vetőt kell beszerezni. Egyébként baromi gyorsan fogy, úgyhogy ezt mindenképpen újra kell tankolnod, és az új letankolás az megint egy tortúra lesz. Gyerekek, ez nem lesz egyszerű nekünk, és mínusz 130 eurónk van már megint. Ez nagyon tortúra. Ezt lehet, hogy mindjárt szét fogom szedni, és akkor elindítom a gépeket, mert akkor legalább tudok valamit csinálni, mert ez a borzalom kategória. Ja. Hát, igen, valószínűleg a föld végén ezt én szétkapcsolom, gyerekek. Ez epikusan rossz. Nézd oda, még mennyi van. Nem tűnik egy olyan gyorsnak. Tényleg eddig már megtörtént volna az, hogy gépi munkások elindítva, aztán már meg is csinálták volna. Mert a két vége már ugye le van húzva. Valószínűleg akkor jó fordultak volna. Ez így nem kóser. Hogy megcsináljuk, kifogyasztjuk őket, aztán akkor majd utána szétkapcsoljuk. Csak az a baj, lehet, hogy nem is egyszerre fogynak, és meg se tudod nézni, hogy melyikbe mennyi van. Mert ugye ilyenkor, hogyha össze van akaszva több eszköz, akkor egybe számolja ezt az egészet. Meg ilyenkor pazarolsz is, mert ilyenkor is fogy, amikor ugye nem is kellene. Mert ugye, ha kikapcsolgatod, akkor meg még tovább tart. Ez nem egy jó konstrukció. Túl bonyolított. Túl bonyolított. Nekem ez túl bonyolított. Ja. Hát háromszoros szélességet tudsz egyszerre húzni, annyi van. De hogyha belegondolsz, van három traktorod, akkor ugyanannyi ilyen széleset tudsz húzni, ugye? Egy vágod. Szóval semmivel nem gyorsabb. Mert a három traktor az ugyanígy három darab vetőt húz egyszerre. Sokkal könnyebb töltögetni őket, minden sokkal könnyebb. Jó, hát fordulunk egyet, és akkor már mindenképpen meg kell tölteni, mert az UFO héttel megy, az mire oda fog érni a másik, föld másik végére, addig lemegy a nap. Gyerekek! Hát ez nem vagyok 100%-ig boldog, ugye gondolom, azt észreveszitek. Ja, fogott egy kigyót a Sanyi, basszus. Kim vagyok a kertbe, iszom a kávémat a padon erre. Hallom, hogy a Sanyi nagyon küzd valamivel. Oda nézek, apám. Azt csinálja, hogy egy kígyónak a farkát fogja, az húzza mind az őrüt. A kígyó meg, ahogy lebeg a Sanyi után, próbálja így megharapni, tudod, így csapkod felé. Mondom, atya Isten, Sanyi, mi a szar? Alig tudtam tőle nem elvenni, hanem a Sanyi volt rajt póráz egyébként, mert ott szoktam ott kint is egy ilyen hosszú 5 méteres pórázomban, nem megködve van, hanem ugye van az a sétáltatós póráz, azt így rá, van egy lebögve egy csavarhúzom, arra rá szoktam dobni, hogy mert egyébként most kertet csinálok, az első része az már megvan, a ízét az oldalsó kertet csinálom, és kimenne, hogy elfutna. Azért így leszoktam akasztani, szóval annál fogva rángattam, aztán nagy nehezen elengedte a kígyót. Az meg így szegény így meggyötörve így próbált így elmászni, hát a farka az ilyen tök furcsán állt, már azt harapta a Sanyi, mint az őrült. Úgyhogy ja, olyan harcias az a dög, mint az állat. Nem egyszer történt már vele emiatt a fér. Például macska belecsapott a szemébe, ilyen tiszta vér volt neki, meg te. Nem tudom, azt hiszi, hogy ő a Jani, nem tudom, szerintem egy ilyen 5 kilós kutyába, egy pici kutyába bele született egy ilyen valami hatalmas kutyának az agya. Tényleg ő úgy gondolja, hogy valami nagyon nagy, ilyen izéket meg akar támadni, ilyen kaukázusi, meg mit tudom én, ilyen német juhászoknak akar neki menni, azt körülbelül érted, mint a bokájáig ilyenne. De ő nagyon keménynek érzi magát. Hát srácok, igen, ez valószínűleg szétakasztási lesz, aztán meg is indítom munkásokkal, mert ez sajnos ez nem nyert hangszórót nálunk. Úgyhogy mindenképpen ne kapcsolgatjuk őket egyesével. Aztán... Úgy... Ja, az a baj, odébb kell menned, bazzem, mert különben ugye... Fölakasztja a következőt. Ó, ne, de nem jó, mert ugye... Nem tudod leakasztani, mert ugye... Hiába váltasz rá, ő fölakasztani akar, látod, ott írja. Ez nem jó. Úgy gyerekek, ezt nem használjátok, hallod, megbolondultok gyerekek. Jó, és akkor ki kell hozni a...
Viszont ezt eladom, hallod, én ezt nem, biztos sem fogom vinni, mert bolondul, tényleg én megbolondulok ettől. Hát ezt akkor használ a csém, hogyha izé vagy, valami nagy mazoista állat. Hát megvadulsz, 1400-ba kerül, legalább van egy kis pénzünk. Tudom, egyébként evittem volna a bautba 500-a, többet kaptunk volna, de tudod mit? Ott rohadjon meg. Jó, azt is kipróbáltuk, és levontuk a konzekvenciát, hogy ne! Ne akard magad tönkretenni agyilag, idegileg. Na, hétre menjünk oda? 2007, ez nem is kevés, oda nézzé. Hallod? Rendesen szar... Imár, annyira szeretem egyébként a mesterséges intelligenciát a Farming Simulatorba, hogy ez egy őrület, és dudál, érted? Deket durrad a kis idejével. Mi volt az? A hátulja olyan, mint egy ilyen... Szelika. Ez az újabb Szelika. Hát újabb, ja, van vagy tizen akárhány éves. Á, gyerekek, amire odaérünk, arra lemegy a nap. Ide jövök, és akkor itt meg fogjuk csinálni a dolgokat. Hát srácok, ja, van baj, nem, ez nem sikerült, ez most nem jött össze. Jó, hát nem mehet minden simán. És ugye... Így most meg kell tölteni. Ugye, tényleg az a baj, hogy megtöltés is egy rémálom lett volna, amúgy is rémálom. De hát, akkor még inkább az lett volna, sajnos. Megvan töltve, aztán ez mehet is fölfele. Semmi értelme, belegondolsz, mert három géppe ugyanolyan gyorsan haradsz, mert ugyanolyan gyorsan húzod, csak rá, ugyanúgy egyszerre húzzák, ugye, csak ráadásul talán jobban is koordinálható az egész folyamat, sokkal egyszerűbb, sokkal egyszerűbb az egész. Jó, mehetsz is, barátom, nézd oda, látod? Mennyivel egyszerűbb? Ne viccelj már velem. Hát egy őrület az volt az. Na, jöhet a T150K, sőt addig, amíg elindul, addig az MTZ-t is elviszem. Ez nem volt jó, ez egy rossz választás volt. Egyébként nem akart rosszat, mert ezt úgy javasoltátok, de nem akart rosszat a valaki ötletelt ebbe. De tényleg írjátok meg a véleményeteket, hogy most én voltam ehhez hülye. Vagy figyelj, az én okfejtésem az ugye, hogy... És már megint ki vagy egy csikot a rat életbe, hát miért ilyen... Úgy indította meg pedig, hogy jó volt. A francesen bele. Olyan mondom. Jó, ja, MTZ. Ez sajnos ilyen 8-20-as, de hát ez van. Ja, az az okfejtésem ugye, hogy három darab traktorra ugyanúgy tudsz haladni. Esetleg, nem tudom, ez akkor jó, hogyha egy darab traktorod van. De hát azt nem hiszem, hogy egy darab traktorra küzdenél a Farming Simulator világába. Ezt te kéne húzni távolabb. Menjünk, mozogjunk egy picit. Még egy kicsit. Egyébként ez azért megy ilyen rohadt lassan, mert amikor fölemelt állapotban van, nézd meg, akkor is úgy érzékeli, hogy leér a földre. Látszott is? Szenved vele, mint a Pilátus macskája. Jó, ezt megindítjuk itt, kb. Oké, testvérem. És akkor jöhet a T-150K, ami talán elvileg nem állt le. Van egy olyan érzésem. Jaj, de jó. De viszont ebben meg olyan kevés üzemanyag van, hogy el kellene mennem tankolni, mert ez biztos, hogy ki fog fogyni. Itt meg tudom tankolni ugye a TS-telepet. Á, nézd meg az MTZ is, hallod, milyen lassan megy, az is nagyon kicsi van ide. Meg ugye a Realmúr azért beteszi nekik a kaput. De hát legalább legyen valóságkő. Nem megyünk tankolni a TS-telepre. És van egy kis pénzem, nem sok, 1200. Hát a következő részben mindenképp egy aratást meg kell csinálni, és a következő részben feltétlenül kell egy... Itt elvileg nem tankolni valahol, egy benzinkút. Itt van? Ez az? Na mit van? De hogy mit kellene lennie? Mi van? Ja itt! Idé válja? Vagy hova válja? Na itt! Jó! Megtankoljuk legalább ezt a gépet. Egyébként ez egy egész jó, kellemes gép, annyi, hogy baroli lassan indul. Ezzel lehet szenvedni. Jó, ennyi elég is beléd, mert valószínűleg egyébként, hogy ő is menni fog a háztól. Mert a másik T-150K-ra lehet, hogy át fogunk váltani. Az jobban kidolgozott, újabb, meg mit tudom én. Aztán mondjuk lehet rávenni olyan textúrát is, ami kopottabb, de...
ez az indulás, lassú indulás amúgy is elég szar, meg szerintem ez, amikor ezt megvettük, akkor kezdett ilyen log lenni. Jó. Fölvesszük vele, legszélére eltesszük, egyébként ez jó pörgős gép, azért ez kellemes. Megtöltsük. És akkor ez a három, biztos, hogy le fogja tudni ezt hamúzni. Meg ugye azért is jó lenne nagyobb vető, mert nem kéne állandóan töltögetni őket. Ugye az is az se egy utolsó szempont, hogy állandóan azzal kell vinkornod, hogy töltöd őket. Meg ugye elér lenne jó nagyobb kombájn is, nem csak amiatt, mert szélesebb vágóasztal, hanem nem kell állandóan üríteni. Ezek ilyen eléggé fontos dolgok. Nézd oda, megint nem ment végig, és fölül sem ment végig a pár. Hát komolyan mondom, ezeket megőrítenek ezek a képek. Valami nem stimmel, valami nem tudom, vagy a vetőkkel van valami, vagy nem tudom, mindjárt rájuk nézek. Nézd oda. Nem ment, egyszerűen nem ment végig. A T-150K nem ment végig. Már addig sem megy el, mint szokott. Orrani. Tök jó, nem? Hallod, már akkor mennyit kell lehúznom? Vagy mi folyik egy gyöngyösön? Miért nem megy végig? És mi történt a T-150K? Mi a szar csinál az a Kirovec? Nem a T-150K, Kirovec. Most ez miért állt meg? Figyelj, itt gondolkodik, öcsém. És nem én irányítom, gépi munkás. Hát mi csinál? Hát komolyan mondom, gyerekek, mondjátok már valamit, hogy ezzel mi? Megvadulok ezektől, hallod? És megint nem ment végig. És eddig végigment, most megint nem megy végig. Nem változott semmi. Ugyanaz a vető. Minden ugyanaz. Ez megállt itt a föld közepén konkrétan. Nem akadályozta semmi, biztos vagyok benne. Hogy összeszántott földek miatt van. Ezek egy kicsit morcos lenni ezek miatt a dolgok miatt, mert emiatt cseszed el az időt, érted? És ez megfigyel, itt is megállt. Nem csinálta végig a földet. Miért nem csinálod végig? Meddig kell megcsinálnom előre, közepéig, mert ma ez tényleg érdekes. És megint itt ezt a kockát húzingáljam, meg ugye nem tudod lefogni egyből, hanem izéhetsz itt leföl, járhatsz így, oda-vissza, érted? Úgy né. És akkor megint fordulhatsz egyet, mert ugye ez a baj vele, hogy nem nagy területek ezek, de nem tudod egyből lefogni. És ezért ezt csinálhatod. Elmész, fölmész, elmész. Úgy, most megint mehetsz egy kört. Érted, és ez kb. Addig tart, mint majdnem elérsz a feléig a földnek. Itt is ugye megmaradt egy csík, ez baró idegesítő, úgyhogy itt ezt megküldöm, valószínűleg meg fog állni. Földközöm én már miért ne. Na, meg is állt, jó van. Oké, most mi? Gondol? Megállt. Megállt, jó van, oké, menjünk végig. Nem tudom, gyerekek, komolyan mondom, én, hogy mi a befejezte a munkát, ez írta ki, oké. Nem tudom, nem értem, várjál, mit csinálunk? Ott az mennyire ment ki, az kiment a végéig, érdekes. Hogy gépfüggő? Ezt tényleg már nem értem. Az MTZ is kiment a végéig, Kirovec nem ment ki. Nem értem. De ugye ott is sem ment ki, nézd meg ott az elején. Pedig aztán kettőcsik be van húzva. Nem tudom, ide, úgy tudom esetleg kiküszöbölni, hogy veszek valami idvatlan nagy vetőket, aztán azzal dolgoztatok. Nem? Na mit tudok más csinálni ma? Ez a fele egyébként dombos a fődnek. Emelkedőben. Látod? Itt is ott hagyott egy ilyen kockát. Pedig nincs ott semmi, nehogy már itt ne tudjon-e fordulni, hallod? Nézd meg, az MTZ egyívezik. Ezt ugye nem, most ezt én csináltam, nem a gépi munkás. Ezt lehúzzuk itt, mert már megint ugye itten baj van. Ez sem, nem is volt neki elég, sajnos. Nem gyerekek, emiatt ez rendteletesen szív az ember olyan miatt, ami gyakorlatilag nem az ő hibája, nem? És ezt utálom egyébként mindenben, amikor olyan miatt szívsz, ami... Kettő csikot lehúztam, vagy három csik lehúztam, itt nézd meg már milyen szélesen lehúztam, akkor miért nem tudja ő megcsinálni? Miért nem...
Miért húzza végig? És az se húzza végig, oda néz, vagy végig húzta? Az végig húzta. Ez meg biztos vagyok benne, hogy megint nem fogja. És akkor mondjátok azt, hogy húzzam le a szélét, lehúztam. Hányszor van lehúzva? Háromszor, vagy nem tudom. Itt baze, 20 méter le van húzva. Hát nem hiszem, hogy nem tudna megfordulni a másik. Akkor mi a baj? Akkor mi a vetővel van baj? Vagy a géppel? Vagy mi? Ilyenkor tényleg már egyszerűen nem értem, hogy mivel van baj. Ezt meg lehet, hogy odébb rakom, aztán megindítom ott az MTZ-en, meg ugye végez. De tényleg egy kicsit kezdem erélni magam. Hogy akkor már hogy tudom kiküszöbölni ezeket a hibákat. Már tényleg ott tartok, hogy leg sehogy. Hiába húzom le a föld végét, hiába csinálok akármit vele. Ez izé a T-150 kamért tudja jól csinálni, nézd meg. Megcsinálta. Onnan indult. Itt, ez... Ugye, és itt volt. Itt nincs fa se. Semmi. Ott hagyta ki, érted? Ez mi? Nehogy majd... Ja, itt jó, oké, itt nem tézé van. Komolyan már kezdek izélni. Kezdek megőrülni a lekcet. És megnézem azt a kirovetszet. Állítom el a kirovetszopat engem. Komolyan mondom. Állítom el a kirovetsz. Figyeljetek meg, el a kirovetsz nem fog emelni a végéig. De akkor kirúgom ezt a munkást, nem tudom mit csinálják vele. Jó, az MTZ elmegy a végéig, figyeld meg, ott fog fordulni, tök jó fogja csinálni. Mindjárt meg is nézzük. Most hallod, most ránézek ezekre a munkásokra. Nézzük át, hogy ez mit művelnek. Figyelj, MTZ egy évben olyan szépen fog megfordulni, mint az. És az a rohadt kirovetsz nem is, hogy egy évben fordul, hanem elkezd talargatni. Figyeld meg, hogy ez tök jó fog fordulni. Kér a végére, nyom egy egyes. Biztos vagyok benne. Mondjuk majd itt kisebb a hely, lehet, hogy fog tolatni. Úgy. Szépen, egy ív. Oda nézzük. El fog menni előbbre, lehet, hogy, és úgy fog visszatolatni. Közben nézzük a kirovecet. Oda nézzé, bazze. Megállt! Álljál meg, barátom, hát normális, hát komolyan mondom, nézd meg a T-150K, meg megcsinálja. A kirovetszel van baj. A T-150K néz oda, még így húzta, ő se férne el, visszatoladdik, és úgy fog akkor elfordulni, érted? Látod? Nem tudta volna megcsinálni. Mit csinál? Visszatolat, érted? Ne dolgozzál a gépi munkás, mert majd varítasz. Nézd oda! Hát komolyan mondom! Ez a rohadt kirovett szopat! Minden egy tud normálisan dolgozni, ez az egy nem. Hát komolyan mondom, nem hiszem el, hogy az összes modnak szarnak kell lennie ebbe a játékba. És komolyan ilyen rage-elek, de hát érted, ami olyan miatt kell rage-elned, ami nem a te hibád. Ez annyira egy szánalom. És figyeld meg, nézd oda, milyen, nézd meg a T-150K-t. Figyeld, teszi oda valagát épp, hogy oda nézzé. Tökéletes indulás, figyeld, ezt megindítjuk. Figyeld meg, hogy ez megint el fogja cseszni a végén. Figyeld meg, ez az egy el fogja cseszni. És nézzük meg, menjünk el az MTZ-ig. A T-150K-t gyönyörűen, faltól falig, ahogy kell, úgy csinálja. Az MTZ faltól falig, ahogy kell, úgy csinálja. Figyeld meg, hogy a K700-as fog égem szivatni, és az az egy gép, az amelyik szivat. A többi meg nem. Hát nem hiszem, hogy megőrülök, hallod? Ezt most ki kell derítenem. Figyeld meg, a K700-as megint nem fog jól csinálni. Hiába van neki oda néz futballpálya méretű leszegve a végén, nem fog jól lenni. Az összes rohadt gép, még ha kicsi helye van, akkor is jól csinálja. És nem azért, mert nagy. Nem azért, mert nagy, hanem azért, mert van itt hely, bőven megfordulhatna, meg tolatnak, meg minden csinál. Láttad a T-150K, hogy tolatot megcsinálta jól. Figyeld meg, milyen jó, figyelj, hogy fog, most minden együtt megnézzük, hogy csinálja. Most engedni fogom neki. Nézzük meg. MTZ, kiér a végére, ő nyom egy egyíves, mert meg is fogja tudni csinálni. Nézd oda a K700-as, mit csinál? Abba hagyta ott a munkát! Ott van megint a kocka. Nézd a T-150K. Tökéletesen csinálta. Kihúzta a legvégére. Minden egy, oda nézzél valamit, mivel ez a csávó, bazza.
Nézd az MTZ, szépen visszatolat, mert kellett neki annyi hely. Oda nézi, a TS mi az? Vagy a K700-os rosszul csinálja. A K700-os csinálja, azt hivat engem itt mindig. Hát oda nézi. Az az egy szivat. Nézzük meg most a T150K-t. Oda néz, milyen szépen meg fogja csinálni. Figyeld. Ugye nem jó, nem tudott ideállni normálisan. Mert ugye ő is nagy gép, törzscsukló, szenved, mit tudom én. Oda néz, fogja. Szépen okosba, visszaigazgatja. Oda néz. Ugye? És perfektül csinálja. Úgyhogy jelenleg itt rendesen meg vagyok szívadva. És a nyomz, oda nem mit fog megint művelni, megint ott hagyja. Jó, oké, gyerekek, ez egy dolgot tudok csinálni, őt nem szabad figyelj, annyit tudok csinálni, őt nem szabad gépi munkással dolgoztatni ezt a gépet, mert különben az úgy leszopat, hogy azt se tudom, hogy már van előre. Az összes rohadt gép jó működik. Ez az egy baze. Ez az egy szivat engem. Ha még jó, hogy rájöttem, hallod, majd cittam mindent, meg a földet, meg mindent, és nem ezeknek van baj, hanem ennek a rohadt dögnek. Az állítom, hogy akár mennyire is lehetne nézőjével. És ott meg ugye megállt ez előtt is ott a föld közepén, meg ilyeneket csinál. Ugye ez volt az előbb is, amelyik ott állt a föld közepén, mind a faszem. Az minden egy, mert az meg gondolt egyet, azt ott megpihent. Az a ti, ezt mondjátok meg a K-1-szal, és miért csinálj? Mert azt sem mondhatjuk, hogy mert nagy. Mert ott a föld közepén is gondolt egyet, azt mondja, hát én nekem jó van itt. Befejeztem a munkát, ott valahol, ugye ott. A többi összes gép az meg hibátlanul csinálja, oda néz. Egy rossz szavam nem lehet rá. Ez meg izé, ez az egy, meg hallod miket művel. Le van szegve, akkora hely van neki, érted? Egy évben meg tudna fordulni. De nem. És tudti, hogy azt csinálna, hogy akár mekkora van leszegve, akkor is ő fogná, és középen nem jó fordulna. Itt valami konfigurációs probléma van. Amúgy tök jó egyébként, hogy csinálod, megveszed, gyűjtesz rá, akármi, és nem jó mód. Mert ez konfigurációs probléma módnak. Aki vágja, vagy ért hozzá, az írja meg már, hogy ez honnan ered, vagy mi, vagy valami tényleg, valami a... Nem tudom, hogy nevezik ezeket a dolgokat, hogy nem úgy érzékeli, hogy ő ott tart, ahol tart. Nem jól van megadva a bizonyos paraméterek, és emiatt egy ilyen... Lehet, hogy egy iszonyat kicsi apróság. És azon gondolkozok, hogy nem a kék, az olcsó. Nem a vető, hallod? Nem a kék vető, bazza. Ezt ki kéne próbálni, gyerekek. Hogy nem-e a kékvető? Ugye, mert lehet még az is, hogy a vetővel van baj. Halljátok? Jó, az MTZ az végzett, ugye? Az MTZ végzett. Figyelj, ez végigmegy. És csinálunk egy olyat, hogy... Én megnézem, hogy nem-e a kékvető az olcsó. Ugye, van egy külön vetőnk, amelyik olcsó volt. Csak az a baj, hogy ezt nem fogja írni. De fogja írni. Igen, van egy ilyenünk. Van egy S3 pont. És van kettő A-sunk. Tehát van egy 3.6-osunk. Nem-e a kék a 3.6? A sima. Figyeljetek most meg. Baze, a vető. A vető nem a izé lesz rossz. Mert ezen az A-ban. És meg fogom próbálni most ezzel a géppel azt a vetőt, hogy jól fog-e a végén fordulni, és figyeljétek meg az a rohadt kék vető! Az a rohadt kék vető lesz a hibás, nem a kiro. Sőt, várjál, tudod mit? Azt csinálom. Álljál meg, most már megállsz, nyugodj meg. Ha vallod, majdnem a kiróba belekötötted. Figyeld meg a kékvető! És
Most annyit csinálok, hogy fölveszem ezzel. És megnézzük a föld végén, hogy fog fordulni. Főleg ott ugye szűk a hely, kíváncsi vagyok. És mindjárt ki fog derülni, hogy a vető a rossz, vagy a kirovec. Ha játszok, komolyabb mondom, azért nem egyszerű az élet, nem? Jó, mert egyet tud fordulni, azért direktre jóra állapolva rakom. Oké, mennyi barátom. Az indulásunk jó. Arra leszek kíváncsi a föld végén, ha most jól fog fordulni, jól fogja kivenni, akkor a vetőbocca, a kékvetőt hallod, fögyújtom. Jó, csinálja. Gyerekek, komolyan mondom, most szerintem a vető megszivatott minket ezerrel. Jó, ezért azt lehozhatom a nem tízinket. Figyeljetek meg, a vető megszivatott minket, tuti. Lemegyek a föld szélére, van, hogy gyorsabban tudunk közlekedni. Sőt, hát ott is hagyom, aztán a következő részben majd, amíg itt csináljuk a dolgokat, addig mindig fogok rendet rakni. Hát ez a traktor, ez egy kicsit gyengus ma. Na, nézzük közben a kirótám. Nem is ülök benne. Arra vagyok kíváncsi, hogy hol fog kiemelni, hogy fog fordulni. És akkor a kékvető a szar, akkor kiderül. Na nézzük így. Na nézzük. Ugye megállt előbb, ezelőtt. A nyomorult kékvető volt rossz, gyerekek. Figyeld. Figyeld. Jó csinálta. A kékvető. A kékvető a rossz. De jó, hogy kiderítettem, hallod? Egy ilyen miatt, érted, mennyit szívsz? Nem tudod, hogy miért csinálja, hogy mi az? Ott volt egy fa, ilyesmi? Nem. És nézd oda, ő is meg fogja csinálni azt, amit az előtt a tészadőfenkán. Figyeld, oda egy kicsit előbbre áll. Vissza fog menni, vissza fog tolatni egész a széleig. Mondjuk most ott ilyen csücsös a széle, úgyhogy az nem a legideálisabb, de oda lenni. Hallod? Figyeld. Ahogy kell, ugye? De mit művelt a kékvetővel, azt sem tudtam, erre van előre. Oda nézzél. Hibátlan, gyerekek, hibátlan. A rohadt kékvetője. A rohadt kékvető. Olcsó, látjátok, izének, olcsó húsnak higa leve, szokták volt mondani. Hát ez most megtörtént. Úgyhogy ez a kékvetőt, azt adjuk el nagyon gyorsan, mert én már olyan rage-et levágtam itt, hogy az megőrültök, nem? Jó, 3-6. Igen, ez volt a szar feladás, hogy rohagy meg. Azt a betyár, gyerekek, megkoációt a képen ez a kékvető. Ugye ezt később vettük, ez egy olcsó volt, ezt akkor vettük, amikor volt a multi. Hát micsoda rage-et levágtam itt a csehén. Gyerekek, komolyan mondom, hát... Fúúúú! Hát már nem tudom, már... De egyébként... Lehet, hogy volt más probléma is ezzel a vetővel, mint hogyha nem lenne akkor a drop. Na, és hogy húzza ki a végén? Figyeld! Természetesen perfektre, bazza! Nincs egy semmi, nincs egy hiba. Á, gyerekek, na! Viszont a izét arra kíváncsi lettem volna. Ez megint egy jó hosszú részlet, de... Figyeljetek, ilyet nem lehet elengedni, ezt meg kell oldani, ugye. Ugye... A izére voltam volna kíváncsi a tojásra, hozzuk rá. És pörgessük az időt. Mindenképp kell pörgetni. Azt a betyár, ez gyors. Azt a betyár! Ez mi volt, hallod? Ez ennyi volt. 3091. Jaj, pedig ide egy tojást el akartam volna adni. Jó, hát abból mindegy, hogy melyikbe csinálom meg azt. 3700. Ki akarom próbálni? 3900-4000. Beérni nem fog szerintem olyan gyorsan. 4700, 4800, 4900. 4960. Élem már megint esőbe, öcsém! Nem baj, nem baj, 4900, na, gyerekek, kíváncsi vagyok, hogy mennyit fogunk érte kapni, jó? Ezt nézzük meg.
Hol van a tű, hol van a targonc, hol van a targonc. Ja, ezt meg, ezt, igen, ezt is eladom, mert ez nem nagyon működik normálisan. Ja, békát is eladom, bocsi. Békapot. Ja, majd át kell nézni, itt vannak olyan, csomó olyan hülyeség, amit nem nagyon használunk. Hol van a béka? Itt van a béka. Hát ez 380, tényleg nem gond. Nya, nézzük. Oda nézzük, van még tojás már megint. Jaj, tele leszünk lóvé. Zúg az eső, gyerekek, zúg az eső. 7200 tojás, hallod? Hát, egyszerűen. Úristen, mennyi tojás! Gyerekek, ezek a tyúkok, ezek tojnak keménye! De jó, hallod, ez nagyon imádom. Azt a betyán, hallod, ez izé lesz itt. Kánoán. Mekkora pénzt keresünk a tojással? Ez szerint, ez a tojás biznisz, ez nem lesz rossz, figyeld meg. 7000, meg 5000-be kerül, hallod, valami 40000-et minimum be fogunk izélni. Keresnével. Oda lévőnek a tigok! Na nem mondod! Nem mondod, éjjel, bassz, meg vagy csinálva, hogy ünnek a tikok. Alszanak! LOL! Alszanak a tikok! Na, vigyük az eladó helyre. Egyébként ezt is azt kellene majd, hogyha már tele vagyunk lóvé, hogy ide végig rakjuk raklapponként, vagy oda bevisszük, de nem adjuk el. Hanem amikor ugye nagy kereslet van rá, akkor adjuk el. Jó, hiába lámpázok, ha egyszer dobozok vannak előttem. Na gyerekek, 7200 tojás. Az azért nem lesz rossz szerintem. Öcsém, hallod? 40000! De vitt a klapot is. 40000! Gyík! 40000 pénzük lett a semmiből, a tojásból! Ott is egy ízai doboz. Áááá, hordjad a doboz ki föl! Vidd a tojás! Paze! Nagyon jó királyok vagyunk! Nagy királyság van. Jaj, Istenem, hallod? Jaj, de jó! Bakker, ebből annyi pénzed lesz, mint a sár a tyúkokból. Kell venni tyúkokat, jaj, gyorsan kell a másikba is tyúkokat, meg kell hozni ízét. Búzát, nincs búzám, úgyhogy egyelőre nem veszünk tyúkokat. Mennyi ízét, kaját tesznek ezek? Még mindig van 11000 liter. Az nagyon adja. Csak ebben ugye 0% a produkt. Ez meg 99, de miért 99? Azt nem jövök rá. Ez meg 0%, mert nincs nekik ide kajájuk szegényeknek. De hallod, akkor ez nagyon nagy biznisz. Figyelj, fökreltek. Egy-kettő az és egy tárgat. Hát mi hagyjál, régenek? Jaj, itt a nagy pénz, pénzgerő, bazza, pénzmelő. Gerő. Ja, megfasztok, kicsit is ellőztetek, azért mit bajtam, hallod? Ez a tojás, ez öcsém, ezt nem is tudom mennyi időt jött össze, egy nap alatt, kávé? Hát nem is pörgettem időt. Ez egy nap alatt összejött kávé ennyi, 40000. Egy naponta összejön 40000, hát dupla annyi lesz, hogy összejön naponta 80000 gyerekek. 80000 összejön! Tehát egy vetés, pörgetésnél 80000 plusz, csak a tojásból. Hát ha belegondoltak baza, akkor itt még ezt nagyon kell nyomatni. Hát fallod. Nem. Főleg, ugye ezen van két tyúkol, hát erre megint fölférne két tyúkol. Mennyibe kerül ez a föld? 13000. Tyúkol 65000. És ide viszont gépparkot akarok fejleszteni, most nem csak a tyúkokat. A tyúkokat viszont megvehetném annyi, hogy nem mondjuk hiába veszem meg még. Jó, még nem veszem meg a tyúkokat. Learatjuk a búzát, hozunk búzát. És valószínűleg, hogy az a baj, ide már nem nagyon fér. Ide már nem fér még egy tyúkból. A következő helyre, oda szembe, nézzük meg. És akkor rakunk le ilyen utat, és akkor itt ugyanúgy ki tudok menni arra. Igen, ide jó a szélire, ide. Kettő tyúkol megint beugrik. De nem fér el négy? Mert az itt a szélesebb az a terület, nem? Várjál? Hát itt szerintem elfér három, négy. Három az biztos. De lehet, hogy négy. Ide négy darab tyúkol kellene. Figyelj, négy darab tyúkol még, ugye? Akkor az 2000 tyúk. Ugye? 2000. Meg van ezen. 3000 tyúkunk lenne. 3000 tyúk ezen a részen. És ugye ez tök jó lenne így szerintem. 3000 tyúk, gyerekek. Az a cél, minimum 3000 tyúk. És akkor így gyakorlatilag összekötném, lehet, hogy... Figyeljetek, itt...
Ora nézze, hol az utacska? Még ilyen messze van. Figyelj, lehet, hogy ráépítkezzünk. Nem, ráépítkezzünk, nem építkezzünk. Ide nem fér be még egy tyúkol. Ide. Van filózok egyébként, nem a félre ide még egy tyúkol, de szerintem nem. Hát ide mindenképp egy négy kéne. Erre a területre. Ez sokkal szélesebb. Vannak itt rönkök, meg minden le van szarva, ezt kiváljuk a közepéből a francba. Kitermeljük, itt megint vannak föld alatti fák, majd ezt letüntessük. Igazából az nem is számítana a föld alatti fák, hogyha az ágokat le tudom meténi. Jó, gyerekek, az lesz. Négy darab tyúkol mindenképp ide beugrik erre a területre. A keepernek. Szépen összeforgatva, ahogy kell, és akkor innen is tojásokat tudjuk vinni. Figyeljetek, elég az a targonca nekem. Viszont ide kell termelnem akkor be üres raklapokat. De először géppark legyen, gyerekek, mert nagyon nyögbenyelős. Kevesebb legyen, inkább, mit tudom, ne legyen annyi IH-tárcsa, ilyesmi kell. A T-150... Kirovetsz ugye el tudna húzni egy IH-t, sőt, aztán... Á, nem, gyerekek, következő részben jó. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi csötésztel.